Esti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Találtunk egy érdekes oldalt, és érdemes róla beszélni, mert én nem is tudtam, hogy létezik, de önmagában egyébként a dolog megdöbbentő, mert hogy professzionális kukkolásnak mondják, megpróbálom elmondani, hogy miről szól, technikailag elég bonyolult, tudjátok, nem vagyok annyira toppon technikailag, de olyan kameráknak a képét mutatja ez az oldal, amire egyébként fel lehet menni, és magyar kamerák is fönt vannak, akik elfelejtettek, mármint a kamerák tulajdonosai, jelszót váltani, és mivel nem váltottak jelszót, így az egyik ilyen weboldalon keresztül betekinthetsz a kamera képbe. És ezen az oldalon több tízezer lakás, munkahely életébe tudsz a mai napig real-time-ba betekinteni, mert a tulajdonosok nem tudják, hogy ezen az oldalon fent van az ő kamera képük. Ne csináld már. Halálosan komoly a dolog, egyébként megdöbbentő, legális kukkolás. 256 országból vették össze, vagy szedték össze ezeket a kameraképeket. Ott van közte egyébként Magyarország. Mindjárt megnyitok egy magyar oldalt. Benn vagyok egy magyar lakásba. Béka, csukd le a számítógépet otthon! Elmondom, mi történik ebben a magyar lakásban, mert nagyon szürreális. Nem fogjátok elhinni. De ez a számítógép kamerája, ami otthon nem, van a laptopodnak? Nem, hogy nem, ezek biztonsági kamera. Olyan kamerák, amiket felszerelsz, biztonsági kamerák, őrzővédő, KFT-nek a kamerái, lakásba, kertet őrző, garázs bejáratot őrző, házat őrző kameránk, vagy éppen beltéri kamerák, amik szerintem azért vannak, hogyha mondjuk elmész otthonról, akkor tud figyelni, hogy ki mit csinál otthon, vagy van-e betörve. Uh-huh. Ez finoman nem sérti a személyiségi jogokat? Nem tudom. Hát, ha te nem jelszavaztad le, figyelj. Csak jöjjön már vissza a fürdőszobából a nő. Mennyire, és ez élő adás, hogy mindez nem csinált, de azért mondom, mit látok ebben a magyar lakásban. Következő történik. Bejött egy nő mesztelenül. Ott van egy férfi egy seprűvel a kezében. Törölgesd, még törölgesd. Egy seprűvel a kezében, a férfinek szaladgálnak a gyerekek. Na, és 73 ezer lakás belső gyerekek. Basz. Kertel, munkahelyjel, minden, ami ott van, és fel vannak sorolva az országok, ki tudod választani, hogy melyik ország kamera képét akarod megnézni. Egyébként Korea is fent van, Kína is fent van, Mexikó, Francia, most nyilván nem mondom, hogy meg kiúlik a hajatok, az a maradék is, és elkezdem sorolni Costa Rica, Ecuador, Írország. Rengeteg ország van fönt, és mindenhol megvan, hogy hány kamera képe online ebben a pillanatban. Mit csinál az unatkozó honpolgár? Megtalálja ezt az oldalt. Most meg aztán megmagyarán. Nem fogjuk bemondani a címet, hogy ne legyen leterhelt az oldal, mert ezt mi szeretnénk használni és nézni. Felmegy mondjuk azt mondja, hogy a belga oldalra, ahol 169 kamera képét tudod most folyamatosan nézni. Pakisztánban 166 lakásnak a képét tudod nézni. Fölmész Pakisztánra, elmegyek Pakisztánra, és benézel különböző pakisztáni lakásokba, hogy mi történik ezekben a lakásokban, illetve plázákban, üzlethelyiségekben, tehát itt nyilván nem csak lakásokról van szó. Most jön még egy csavar a dologban. És innentől kezdve igazán izgalmas a dolog. Kíváncsiak vagytok? Há, hogy ne? Há, jó, hogy... Folytassam a mesét, gyerek? Jöhet. Igen! Igen, apu! Tovább is van, jól mondjam még. Jól viselkedtetek, szót fogadtatok a nagyinak, megettétek a palacsintát? Nem, a palacsintát igen! A nem tudtátok az orrotokat? Nem csináltatok semmi rosszat? Akkor mondom. Apu azt mondta, hogy ez nem rossz. Különböző szélességi és hosszúsági fokok alapján meg tudod pontosan nézni, hogy hol van ez a lakás. Vagyis, ha most mi megtalálunk egy magyar kameraképet, és a szélesség és a hosszú fokú alapján valamelyikötök jó GPS-ből, mert mondjuk környezetből kettes volt, én mindig jó voltam matekból GPS-ből. Négyes GPS-ből kapott egy hármast, minimum hármas GPS a beugró. A legrosszabb, hogy egy GPS-ből négyes alá volt. Azért mondom, akkor te ezt meg tudod fejteni. És a hosszúsági és a szélességi fok alapján, most már átmentem a magyar oldalról a pakisztánra, de vissza tudok menni, meg tudod nézni, hogy hol van ez a cím. Simán meg tudjuk keresni. Ez döbbenet. És ez egy működő oldal. És ezzel az a baj, hogy ha kamerán keresztül látod, hogy sok a lóvé, akkor már el is tudsz indulni, Jani. És tudjuk, milyen vagy. Az előbb bent voltam egy magyar lakásban. Igen, tudjuk, hogy te vagy a legnagyobb besúrraló tolva jármunk között. Figyeljetek, csak mondom, nagyon durva. Az előbb bent voltam egy magyar lakásban. De vissza fogok menni Pakisztánba, visszamész nekem közel, Laci. Magyarországra. Bent voltam egy magyar lakásban, egy néni állt a tűzhelynél. Megvan? Keverte a tejet? Vagy a kakaót? Vagy Atya úristen! Jézus Mária, de durva! Egy néni? A tűzhelynél? Hát mindjárt magam alá rikkentek.
Várjál, még van folytatás, ez még nem annyira durva. Hát a tűzhelyénél kavarta a kakaót, azt mondta, szia kakaó, jól megkavarnak, a kakaó visszaköszön. De nem ez történt. És közben bejött valaki a fürdőszobából, és nézték az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorát. És a leghihetetlenebb abba, hogy a mokka volt. Kinézi azt. Nem ez a lényeg. Hát milyen ember? Nem ez a lényeg, hanem ők nem tudják, hogy bent vagyok a lakásukba. És egy ország bent van most úgy a lakásukba, hogy lehet, hogy közben ők hallgatják a rádiót, állsz a tűzhelynél, és rájössz, hogy a rádióműsor bent van a saját lakásodban. Mondj valami ismertetőt a néniről. Mondj valami ismertetőt, ha összerezzen, fehér. Akkor hallgatja. Nem, az a baj, hogy ezek ilyen késleltetett képek, tehát úgy online, hogy mit tudom, mint vár mindig 10 másodpercet, kimarad, vár mindig 10 másodpercet. Oké, tételezzük fel, hogy a néni hallgatja a rádiót. Igen. Ránéz a férjére, és azt mondja, hallod, Józsi, rólunk beszélnek, hiszen te jöttél be mesztelenül a fürdőszobába. Hogy beszélnek már rólunk, anyjuk? De hogy beszélnek rólunk? Mi történik? Elkezded azt gondolni, hogy rólad beszélnek, és közben igen. De mi van, hogy azt mondja, hogy hát a szerencsétlen hülyék. Hát azok csúnyán ráfaragtak, nem? Nem, Józsikám? De bizony, Margóka, tényleg, nagyon ráfaragtak. Azt milyen, hallgatják a rádiót, és nem jönnek rá, hogy róluk beszélünk. Hallod, benn vannak valaki a rádióban, a tévében, ott vannak az online kamerában, és kiderül, hogy ők azok. És annak is rá van ragadva a sarkára egy darab WC papír, mint nekem. Szóval gyerekek, óriási utazás ez az oldal, nagyon kemény. Oké, mondom, másik, itt van ez a lakás. Megtalálta a Laci a lakást. Szélességi hosszú fok alapján megmondja a térkép, hogy hol van a lakás. Hát figyelj, és onnankétől kezdett csak vagyis, oké, mondom, 11. kerületben vagyunk. 11. kerületben vagyunk. Mondja az időzónát, mondja, hogy hány csatornán tudod nézni magát a lakást, és meg tudod nézni a címet. Vagyis, ha ki tudnánk nyomozni a címet, rá tudnánk csörögni, hogy hallod, csókolom. Hallod, Jóska, itt laknak a 11-ben. Közel lehetnek ők is a 11-ben laknak. Mi történik? Felhívnánk a lakást, és azt mondják, hogy csókolom, tessék integetni, mert látjuk önt. Ez megvan? Ez nagyon durva. Ha megvannak a koordináták, Laci, akkor üzd már be a Google-ba. Ebbe a Street View-ba, vagy mi beütötte, az Isten. Beütötte. Hát azért az van, ki fogja adni a házat. A megtekintés a térképen, és ki fogja adni a házat, valahogy be kéne másolni a hosszúság és a szélességi fokot, és kiadja a házat, mi történik, megtalálod horvátékat. Uh-huh. Horvát Jóskáikat. Horvát Jóskáikat, és rájuk lehetne csörögni, hogy látunk benneteket, és benne vagytok egy élő rádió reggeli műsorban. Apuka vegyen föl valamit, mama meg hagyja abba a kakó főzését, mert túl főtt. Álló, tessék! Arra Balázsik az előbb. Honnan tudja, hogy mibe vagyok? Honnan? Tudja? Hát az előbb még egy másik családról beszélt, honnan tudja, hogy mibe vagyok? Szóval, hogy szenzációs az oldal. Gyerekek, egész hosszan tanulmányoztam éjszaka egyébként, ezért nem tudtam aludni, és teljesen szürreális mondom, török, hongkongi, argentin és chilei lakásokba kalandoztam éjszaka. És jó. Ez egész nagyon szürreális volt, de közben nagyon szerettem, hogy ott lehetek különböző lakásokban. Hogy engedik ezt az oldalt? Totálisan személyiségi jogokat sért. Miért nem szüntetik meg? Nem, nagyon durva. Nagyon durva, de az a baj, hogy a chileiekkel nem tudok azonosulni annyira. Tehát ők olyan furák, de a magyar lakások azok igen. Főleg, hogyha valamelyik szomszédod az. És beleláthatsz az életébe, és ismered őket. Azért az... Megvan, mi a legdurvább. A legdurvább, tudod mi? Hogy te rámész ezen az oldalon, megtáld a saját lakásodat, és a kamerán keresztül nézed a képen, hogy te mozogsz, igen, a lakásban. Te tudod önmagadat nézni, uh-huh, a laptopodon keresztül, és azt mondod, hogy ott vagyok, laptopozok, igen, és nem jössz rá, hogy a ma te kamerádat látod. A gázszámlás, és mennyire nincsen túlöltözve. Ennyire meleg van otthon? Igen, ott ül egy csávó, és nézeget valamit a laptopon, és kiderül, hogy te vagy az, mert ráakadtál a saját kameraképedre. Hány ember találja most meg ez alapján önmagát, gondolj bele. Uh-huh. Menjünk fel erre az oldalra, nézzük meg, ott vagyunk-e. És real time-ba látod a monitoron keresztül a saját lakásodat. És egyszer csak bejön a feleséged ápolónőnek öltözve. És azt mondod, hogy úristen, úristen, álmodom. Szóval a modern kukkolásnak egy olyan huszárvágása, hogy egyszerűen elképesztő, mit kell átállítani a kamerán. Azért mondjátok meg, hogy legalább segítsünk azoknak. Hát gondolom, hogy jelszó van, nem? Vagy jelszó, IP cím. Amikor üzembe helyezed, igen, IP, és ezt meg kell változtatni, vagy az adminját, tehát a jelszavát magának a kamerának van egy jelszava? Hát amikor megveszed, akkor van egy alapbeállítás. Fölszereled, csatlakoztatod az internethez, ezeket azért rakják föl az emberek, hogy amikor ők nincsenek otthon, tudják figyelni a saját lakásukat, hogy mi történik, és ha nem állítják át az alapbeállítást, akkor gondolom én, hogy mindenki számára hozzáférhető lesz a kamerakép, mint ahogy most nekünk is.
Jó, mondom, oké, mama elment a tűzhely mellől, nagyon durva, nincs ott, lehet, hogy meghallotta a rádióadást és kimenekült. Éppen reklám van a tévében, reklám, még ugyanezen a kereskedelmi csatornán, figyelj, figyelj, mennyi az idő, srácok? Itt most 7:30 pontosan. Igen, csak mutatom, hogy mit mutat az óra, 7:30 mutat az óra, tehát konkrétan tényleg réltámba vagyunk a lakásban, és írják meg, hogy a reggeli kereskedelmi csatornán, mi most ugye ezt innen nem láthatjuk, láttunk egy kivilágított házat. Az megy, Feri, egy kivilágított ház, és valami azt mondja, hogy mi itt nem nézünk tévét, csak benneteket nagyban. Ja, most ezt se tudod bekapcsolni. Igen, eltűnt a papa, kapcsolni. És valaki egy másik szobában járkál, mert néha átmegy itt hátul. Jó. Ott vagyok a lakásban. Ez nagyon durva. Mokkát néznek, ez annyira durva. Bekapcsoljuk. Igen, csak ugye 30 másodperceként frissíti a képet, egy ilyen kimerevített panellakásszerű valami esti riport volt a műsorban. Most valaki élőben bejelentkezik, távirányítók vannak a tévé alatt, van vízforralójuk a lakásban, van egy mélynyomójuk, most újra a csávó beszél, a híradóból. Előkerült a mélynyomó is. És mindenféle ilyen névjegykártyákat gyűjtenek az asztalon. Itt vagy a lakásban. Ez nagyon kemény. Azért ez nagyon kemény. Jaj. Egyestől indítsuk el talán. Uh-huh. A mély nyomó mellett tárolják a pezsgőket. És ott tárolják az alkoholt lent, igen. És van nekik rendes a pia. De mi van? Mi van, ha most hallgatnak minket, és nem mennek kijönni a szobából? Mert most jöttek rá, hogy róluk beszélünk. Ne menj ki, maradj bent! És bent kuksolnak, mert tudják, hogy róluk beszélünk. És azt mondják, mindjárt hírek el fognak menni, csak abba hagyják egyszer, és bent vannak a szobában, és nem mennek kijönni. És egyszer csak megjelen el Józsi, mint a Duna TV riporter, és így kikúszna a szobába. Tényleg, és valaki így átkúszna a kameránál. Úristen, ez nagyon-nagyon durva. Na mindegy, jó, majd tudósítunk még ebből a lakásból, és be kéne ütni a szélességi és a hosszúsági fokot, hogy hát ha meg tudjuk őket találni, a legjobb lenne felhívni, hogy kódoljátok le a kamerátokat, mert egy világ néz benneteket. Csak mondom egyébként, hogy körülbelül 800 másik magyar háztartással együtt. Így van, velük 8 után foglalkozunk. 8-tól jönnek a Puerto Ricóiak, és 9-től egészen az Azerbajdzsánig megyünk, ahol nem tudom, hogy mi van. Azt hiszem, hogy hol van a legkevesebb ilyen kikódolt kamera, és hát egészen fura, mert hogy Ciprus, meg Málta, 29 van összesen, amíg vannak olyan országok, ahol százas számok is vannak. Tehát van, ahol jobban kódolják? Hát vagy okosabbak, vagy úgy érzik, hogy nincs rá szükségük a kameraképre. Mongólia, ami nem kis kiterjedésű, gyerekek. Tudjátok, hány kameraképe van? Összesen 13. Jó, de hát egy jurtát minek néznél? Mondom, hogy kinek van a legkevesebb. Észak-Korea. Nem, Madagaszkáron összvisz egy kamerát tudtak befogni. Francia-Polinéziában egyet. És Zambiában, illetve Szudánban egyet. Most én azért a szudáni képet megnézem, hogy Szudánban mit látsz a kamerán. Egy tehenet, ahogy áldog el egy fához kötve. Igen, és valaki bekamerázta a tehenét. Kamerázzuk be a tehenet, nehogy ellopják. Csak mondom, hogy Khartoum, Szudánban vagyunk, nem hiszem, hogy megvan a cím. Gyerekek, megvan a cím, megvan a pesti cím. Mondom. Figyelj, leszúrta a térképet a G-betűs. Aminek nem akarom kijönni, hogy Google a neve. Hogy, rendes vagy. Na, most már csak oda kell mennünk egyébként, felmegyünk a Street View-ra, és megnézzük az egészen pontos címet. Akár a kapuajt is simán. És mit, becsöngetünk? Majd átszaladhatok, ha gondolod, akkor átugrálom. Oda megyünk, és Feri oda megy. És a Feri élőben most elindul, és becsönget? Mi nem tudunk. És ez milyen durva lenne? Juss be a lakásba, és integess be nekünk a kamerába. Az lenne még egy misszió. Feri, itt a lakás, meg kell találnod a lakást, be kell jutnod, és integetned kell nekünk. Igen, csak mondd, akkor miért 11. Mi megy a tévében? Most már megtaláltuk most a mokkát. Elkapcsoltunk most a Szudánira mentünk, ja. A Khartoum nézem, úgyhogy nem tudom, hogy mi megy a tévében, de egyébként megmondtam volna, mert Lacinál itt van. Hát most frissít éppen, úgyhogy kicsit szétesett a kép. Na jó, hírezünk egy picit, nagyon érdekes világ egyébként, hogy van, mindenki vagy kódolja le a kameráját, vagy nézze meg, vagy kérdezze meg, hogy mit kell lekódolni. Maga a történet egyébként zseniális, csak mondom, hogy az Amerikai Egyesült Államok van az élen 11 000-rel, szemben a madagaszkáriak egy kameraképével. Kémprogramról beszélgetünk, nagyon érdekes az élethelyzet, amit egyébként ad ez a program, mert hogy teljesen legális módon, illetve idézőjelesen nyilván legálisan, mert hogy szerintem valójában nem az, betekinthetünk
olyan kameraképekbe szerte a nagyvilágban, akik otthon tartanak internetre felkapcsolható kamerát, de nem állították át az alapjelszót, és ez egy közös oldalon megtalálható, minden ország kamerája egyébként. Mi most éppen benn voltunk egy magyar lakásban, ahol egy reggeli tévéműsort néztek, valaki kakaót vagy tejet főzött a gáztűzhelyén, és valaki vetközött a fürdőszobában. Ha magára ismert, csörögjön, az lenne a legjobb. És nagyon szeretem, hogy a hallgatóink pont olyan betegen kukkolók, mint mi. Mert egy csomóan kérik a címét ennek az oldalnak. Mert ez tulajdonképpen kukkolás, amit most te csinálsz. Nem érzed a kis borzongást? Figyelj, klasszik kukkolás, azóta azt várom, hogy ebben a lakásban, amit megnyitottam, történjen valami. De szerintem ők meghallották, hogy mi van, és bemenekültek a szobába. Jó, ez hol van? Budapesten. Egy presszó. Hát, ha minket hallgatnak. Egy presszó. A presszóban ül egy kékkabátos, fehércsikos újú ember a pultra támaszkodva. A nadrágon is fehér csík van. A nadrágon is van egy fehér csík. Ül egy férfi, piros csík van a fekete kabátján, újságot olvas. Ha szólunk, akkor tegye le az újságot, ha hall minket. Tegye le az újságot, hogy integessen az újsággal. És áll egy férfi a bárpultnál, aki fizetni szeretne, de a csapos eltűnt. Van a pultnak az alján, elől van láptámasz, és lambériával van burkolva a fal, falambériával. Ez a klasszik lambéria, igen, és ilyen sárga tapéta, vagy mi az? Sárga falfesték, lambéria, de az a tényleg nagyon ronda. És a klasszikus fölül bárszekrény, vagy mi ez? Fölül vannak az italok. Igen, bent ez vagyunk az amerikai típusú bárpult. Igen, bent vagyunk egy budapesti, hát mi ez? Vendéglátóipari egységben, egy eszpresszóban. Egy kocsmában, jó, de az eszpresszó az annyira retro. Tehát ezt látjuk. Van egy kis csúszás, úgyhogy, na! Megmozdultak. Elkezdte elolvasni a sportrovatot az újságban, mert egy kicsit följebb emelte. Igen, vagy a mesztelen nőt nézi, ami a minden bulvár újság címlapján van egyébként. A fizetőbácsi pedig elfordult egy kicsit jobbra, pont a kamera irányába. Igen, a fizetőbácsi pedig elfordult, lehet, hogy megnézi a kamerát, mert lehet, hogy szólunk ezen a helyen egyébként, de jó lenne, ha csapos mondjuk hallani minket, és följön, hogy az én kocsmámról beszéltek, és integetne nekünk úgy, hogy miközben mi adásba tettük az ő kocsmájában történő élőképet. Érzed? Hát ez figyelj, ez egy nagyon nagy Christopher Nolan eredet című film, tehát olyan igen. Annyira lementünk a mag belsejébe, hogy nagyon. Picit hiányolom az IMAX változatot, de egyébként egy-egy. Hopp, csak mondom, oké, megjött a pultos lány, fekete hosszú haja van a pultos lánynak, fekete hosszú haj, ében fekete hosszú haj, föl van tűrve az ujján a fekete póló, vagy rövid ujj, vagy hosszú ujj, és feltűrte, óra van a kezén, és egyébként nagyon lelkesen kiszolgál. És csinos? Nem látom az arcát, ilyen kimerevített képek vannak, amik fél percenként ugrálnak egyet, és elég totál a kamera, de elég messziről van, tehát ez így messziről látom. Hát, ha szólunk ebben a kocsmában, és hívjon föl minket a lány, 555-55-00. Miután kiszolgált a Dezső bácsit, a törzs vendéget, aki egyébként már 7 óra 50 perckor is bemegy egy felesért. Igen, és bejött egy fiatalember norvég mintás pulóverben, vagy rénszarvasok vannak a pulóverén, mint Jim Carrey-nek régen a Dumb és Dumberben, egy ilyen barna, fehér, vajszínű, kék pulóver, amit ő visel egyébként. Ő is fölhívhat bennünket, ha hallja, hogy hogy erről a kocsmáról beszélünk, amit megtaláltunk az online kameraképpel. Nagyon durva. Nem. Mit csinálsz? Kukkol, mit csinál? Beteg. Mit engem is érdekel? Beteg. Jó. A bácsit végre kiszolgálták, a norvég mintás pólós elment, annak az úrnak, aki meglehetősen telt alkatú, és a kabátjának vagy a melegítő fölsének az ujján fehér csík van hosszába, illetve a lábán is ugyanilyen, van egy baseball sapka is a feje tetején. Figyelj, most már valamelyik csak hallgat bennünket. Nyilván kicsi az esély, egy presszóba általában mi szól? Mi szól egy presszóba? Szent Mihályon presszó lesz? Igen, az a Szent Mihályon presszó lesz. Szent Mihályon presszó lesz. Ugye? Az szól, nem? Szerintem a presszóban ez szól. Jimmy és Bunyos Pityu. Igen? Bunyos Pityu és Jimmy egymereg van, igen. Azt mondja, hogy felismertem helyet, Zámbó Árpié konyhájában vagytok. Igen, és ők a család. A lány az Árpi festett hajjal írja nekünk valaki. Köszönjük szépen. Aj, és ők tényleg nem tudják, hogy őket nézik ebben. Ez a megdöbbentő. Kirak kamerát otthonra, azért ne törjenek be, mert én vendéglátóipari becsülök, értem, de azért laksz online kamerát, nyilván tud csekkolni a saját lakásodat, így nem? Így van, pontosan. A munkahelyeden vagy esetleg bármiféle probléma van, időnként ránézel a lakásra. Dobsz egy puszit anyunak. Igen. Csekkolod anyut is azért, így hogy van, mit csinál. Hol tartanak rajta a festők. Igen, hogy...
sikerült el boldogát tenni a mosogatógép szerelőt. Tehát azért ez több szempontból is jó ez a kamera, és mi van úgy, hogyha valaki azt tudja, hogy van egy ilyen kamerája, illetve kameraképe, és van, aki nem tudja. Az is nagyon-nagyon durva. Na jól van, oké, nem tudjuk nyilvánosan bemondani, itt rengetegen kéritek tőlünk, hogy mondjuk be, hogy mi ennek az oldalnak a címet, ez az interneten meg tudjátok találni egyébként pillanatok alatt. Mivel ez egy létező és elérhető verzió, így mi nem követünk el ezzel jogsértést, úgyhogy a Facebookra föltesszük a linket, aztán mindenki nyisse meg nyugodtan. Abszolút nem gondolom, hogy ezek tényleg ilyen összegyűjtött kameraképek, amik nincsenek kikódolva. És az is lehet, hogy maga a központba fut be olyan kamerakép, amin nincs internet kapcsolatban, vagy ezek internet kapcsolatos kamerák valószínű. A netes kell, hogy legyen net kapcsolat. Igen. Hát egyébként nem látnánk. Aha. Az egy kilométeren keresztül kábelt húzni valahova. Nem, az net. Uh-huh. Ez valami netes kapcsolat. Valaki azt írja, hogy és ha perverzek, és tudják, hogy nézhetőek, és élvezik. Hát, a presszóba, én azt gondolom, hogy egy picit félszegek is visszafogottak, mindenki háttal ült nekünk. Igen, igen, ha erről tudnak, akkor viszont tényleg nagyon félszegek, mert nem akarnak szembenézni velünk. Na mindegy, jól van. Érdekes ez a dolog. Ha valaki esetleg ilyen kamerarendszerekkel foglalkozik, az elmondhatnának ez, hogy működik. Egyébként valószínű, nyilván netes kameraképek vannak fönt, igen. Tehát, hogyha te kamerát csatlakozik a netre, akkor látható, egyébként gyűjtöd ezt egy merev lemezre, vagy valahova, de ha nem vagy net kapcsolatban, akkor nem is tudod ezen az oldalon megnézni. Morning Show. A Klassz FM. Próbálunk segíteni férfi hallgatóinak, nyilván csak azoknak, akinek vannak ujjaik, hogy... Hát igen, de rendes vagy! Na, jó van. Hát a faiparban dolgozom most, ebben az esetben margóra kerülnek. De ha már van egy ujja, segít, mert hogy az ujja alapján állítólag elmondja nekünk egy elemzés, hogy a hossz alapján, a rövid ujja alapján, a feltűnő egyenes, a hidegkéz lapos ujj alapján alkalmasak vagyunk-e arra, hogy házasodjunk, ugyanis állítólagosan minden ott van a férfi kézben, és kódolva van. Vagyis tulajdonképpen, ha megnézed egy férfi kezét, illetve az ujjait, akkor ez a nemzetközi kutatócsoport azt mondja, hogy a nők többsége arc után, és a második leggyakoribb a kéz alapján mondja meg, hogy ez a pasi jó lesz-e neki párnak, vagy nem. Igaz, hogy tudatalatti a döntés, mert hogy nyilván nem ismerik fel a tüneteket tudati szinten, de ugye a nők a férfi kézek, vagy kezek olvasói. Aha, hát most nem akarok nagyképű lenni, de hetekkel később vette észre az ujjaimat. Elő mással bizonyította, Jani. Ne, ezt nem mondtad ki, most álmodom, ezt nem mondtad ki, hallott. Ez a mondat nincs, álmos, most valaki felrász, hogy ébredjek föl. Kit érdekelnek az ujjak amúgy? Tehát egy nő megnézi, egy férfi szerintem megnézi a női ujjakat, de egy nő megnézi a férfi ujjakat? Hát igen, megnézi az ujjakat, meg a régieket is. Szerintem egy csomó ujjat megnézik, nyilván nézi a régieket is. Hát azért ne feledkezzünk meg a régi férfiak. Miért csak az új férfiak jöhetnek szóba? Hát milyen világ az, ahol a régieket eldobják? Nem, nyilván arról van szó, ahogy te megnézed egy nő arcát, és tudatalatt kódolsz belőle valamit, hogy mint a mennyire szimmetrikus, vagy milyen a vonásai, vagy mennyire mérzésű. Ez a kutatócsoport azt mondja, hogy ugyanígy lehet kódolni a férfiakat az új alapján. Most nézzük meg, hogy zajlott egy ilyen kísérlet. 30-40 férfiak tanulmányozták az ujját évekig, és megnézték, hogy ebből a 30-40 férfiből aztán hány házasodott össze, és újra összehasonlították az ujjait a régi ujjak képével. Vagy hogy zajlik ez a kísérlet? Engem mindig az érdekel. Szerintem megkérdezték a hölgyeket. Hogy? Hát, hogy a hölgyek mit néznek meg elsősorban a férfiakon, és hogy milyen benyomásokat keltenek bennük a különböző testrészek, férfias testrészek. Jó, de... illetve, hogy a párválasztásban mennyi szerepet játszottak például ezek. Nézzük, fül, orr, gége, érted? És hogy mentek így külön-külön. Na de abból még nem tudod leszűrni, hogy az ujjaid neked mit tudom milyenek, görbék, akkor te jó férj leszel. Igen. Na ez a lényeg, hogy szűrik le? Tehát van mondjuk 30 férfi, aki minden nap bemegy az új laborba, és folyamatosan vizsgálják az ujjukat egész nap, és beteszik mindenféle üvegbe a kezüket, és figyelik az ujjukat, hazamennek, másnap újra vizsgálják az ujjukat, és közben megnézik, hogy ezek a férfiak elválnak-e, vagy nem. Tehát ezek a kísérletek egyébként hogy zajlanak? És ilyenkor nagyon vigyáznak az ujjakra, tehát mondjuk minden új külön tokot kap, hogy mit, ami van a hüvelykújna, a középső gyűrűs ujj, meg van a kis új szállás.
lét. Beteg állat. Én álmodom, biztos, hogy álmodom. És mindjárt jön, hogy housekeeping, bejön valaki, és fölkelek, és elindulok a rádióba, és rájövök, hogy jól van, oké, nyugodj meg, semmi baj, csak álmodtad, hogy az újakról beszélünk adásban. Jól van, tedd össze a laptopod, és indulj dolgozni, Kis Balázs, és mindjárt ez megtörténik. Felébresztenek egy housekeeping felirattal, vagy bekopogással. Szóval, jó, nézzük meg magát a kísérletet, de mindig gondolkozzunk el azon, hogy azért tényleg a francba hogy zajlanak ezek a kísérletek. Miért nem jön egy olyan nemzetközi kutatócsoport, aki azt vizsgálja, hogy a többi nemzetközi kutatócsoport hogy vizsgálja ezeket az újakat, érted? Tényleg. Nem az lenne jó, hogy egyszer kiáll egy nemzetközi kutatócsoport, és azt mondja, mi megvizsgáltuk azt a kutatócsoportot, aki az újakat vizsgálja, és az egész egy kamu. Miért nem? A csoportok miért kedves nem vizsgálják egymást? Kedves kollégák, jöjjenek ide, most meg kell állapítanunk önök közül, melyikük a hülye. Igen. Kinek jutott az eszébe? Tudod, mi van? Jönnek hülyébbnél hülyébb kísérletekkel, mi mindegy kísérlettel foglalkozunk, hülyítünk egy egész országot, minden férfi tanulmányozza az ujját, és lehet, hogy semmiféle tudományos alapja nincs. De nézzük meg, mit mondanak, aztán majd hallgatóink igazolják, hogy velük kapcsolatban ez igaz, vagy nem. Ne legyünk szkeptikusak, így van. Azt mondja, hogy alkalmas-e a házasságra? Alapjában erről szól a kísérlet. Tehát az újak alapján, hogy ezt most tényleg hogy vizsgálják, hagyjuk, mert abban csak belebonyolódunk. Milyen az újad, Jani? A melyik? Hát a, ugye unblock. Figyelj, nekem egy viszonylag kis kezet adott a Jóisten, arányos ujjakkal, picit tömpe ujjvégekkel, de ez már mondjuk így a mozgásnak köszönhető alapvetően. Mi sokat mentek és elkoptak? Vagy mi az, hogy mozgásnak? Ujjamész? Ujjamész és 10 centit koptak az ujjaid? Görbülnek az ujjaim így évről évre. Ja, ezért láttam, hogy pókjárásba mentél a folyosón. Igen, aki ott hátrafel elszaladt, az én voltam. Megértem, hogy kopnak az ujjaid. Mi az, hogy sok mozgástól? És ott is egy. A sok mozgástól rövidebbek lettek az ujjaid. Hát miért nem lábon sportolsz? Miért kell neked ujjon menni? Na, szóval, hogy rövidek az ujjaid. Igen, rövidek, kicsi. Szegletes, rövid, lapos, hideg, feltűnően egyenes, rövid ujjú, rendkívül hosszú, középső ujjon, nem esetleg tudom, van egy vonal? Ez a szag? Merre járt az a kéz? Kedves mutatója, mondd meg nekem, aha, hol jártam. Na, de te nem merít, ugye az, hogy szóljál ráismersz. Rövid ujj, rendkívül hosszú és könnyen hátrahajlítható, feltűnően egyenes, hidegkéz lapos ujj, rendkívül lapos ujj, szegletes, rövid gyűrűs ujj, melyikre ismertél már? Ha a kis ujj nem lapul szorosan a gyűrűs ujjhoz, akkor tudod. Ha valamikre ráismersz, mondom a jellemzést, hogy mit mondanak rólad és a házasságról. Rövid, én négyszögletes. Rövid vagy és négyszögletes? Hát innen négyszögletes és rövid a Janié, mondjuk marha messze vagytok. De maradjunk igaz? Az ujjainál szerintem most. Igen. Jó, kocka vagyok. Feri, értem ezt a személyeskedést, de miért nem tudunk egy témánál maradni, most miért kell átlandozni rövid és szegletes? Nézzük az ujjaid. Rövid és szegletes, mert ilyen tompa az ujjaim vége, egy kicsit szegletes. Rövid és szegletes. Rövid és szegletes. Azt mondja, hogy rövid gyűrűs ujj, az jó. Igen. Oké. A rövid gyűrűs ujj ízületi gyulladásra és könnyű megbetegedésre való hajlamról árulkodik. De miért mondja ez a kísérlet, hogy a férfi kézujjak elárulják alkalmas-e a házasságra, amikor neked ízületi gyulladásod lesz, és ezzel rémizgetnek? Semmi köze a házassághoz. Hát ingerült leszek akkor. Feri, milyen az ujjad? Hosszú, hegyes végű, a gyűrűs ujjam az olyan hosszú, hogy háromszor körbeéri a kezemet. Hát könnyen hátrahajtható. Igen. Könnyen. Nagyon jó. A beteges szenvedélyektől megszállott férfinak tulajdonítják ezeket az ujjakat. Iszákosság játék szenvedély. Így van. Igen. Iszákosság játék szenvedély. Nagyon jó. Azt, hogy és titkos érvhajhászat jellemzi. Állj. A rendkívül hosszú és könnyen hátrahajlítható ujjakat. Nézd meg. Ez nagyon durva. Mutatom. Ez hogy betalált? Ez nagyon betalált. És nagyon szépen tudod hajlítani. Ez könnyű szerintem hátrahajtható. Tehát élfhajhász vagyok, alkoholista, szerencsejátékfüggő, mondjuk az nem. De igen. A többi stimmel. Csoda, hogy itt nem kattantál rá a kaszinóra, mert hogy a hotel a szemben van egy kaszinó, és éjjel kettőkor mindenki oda jár inni egyébként. Nem, Feri máshol velire a pénzét, euró, ezreket verrel. Plüss állatokra. Hozzák Vidáparkban, igen, plüss állatok megszerzésére. Na, Zsül, milyen az ujjad? Rövid gyűrűs ujjad van? Ja, nem, az a Jani volt. Azt mondja, hogy van egy olyan, hogy rövid ujj. Kinek van rövid ujja? Mert mondom, ilyenek a rövid ujjú férfiak állítólag. Zsűl, neked rövidek az ujjaid.
Zsűnek ilyen húskezei van. Neked tényleg olyan a kezed, mint amikor... Ugye? Úristen, egy szívlapát. Megfogsz egy gumikesztyűt, ráhúzod a slagra, megengeded a slagot, felfújod a gumikesztyűt, és egy ilyen kéz van ott. Nem ilyen az a Zsűnek az ujja? Egy felfújt, egy ilyen slaggal felfújt gumikesztyű az ujja. Úristen. Kifosztottál ma reggel egy darásfészket, és megcsíptet. Adjatok neki kalciumot, allergiát. Úristen. Megcsípett valami? De tényleg. Jézusom, a Benivel játszom miatt, hogy slagra húzott gumikesztyűvel üldözöm a kertbe, és ugyanígy néz ki. Jó, mondom. Azt mondja, hogy egy rövidújú férfi állítólagosan a kísérlet szerint jól bánik a pénzzel, és hasznos üzleti vállalkozásba képes kezdeni, ugyanakkor a közönyös az érzelmekkel szemben, ami más bánkódik, ő azon is tud mosolyogni. Ezért van mindig az a kis mosoly a szád szélén. Értem már? Ezek a rövidújú férfiak. Igaz, nem igaz ez a Zsűre. Egyrészt nem bánik jól a pénzzel, kettő semmiféle vállalkozási érzéke nincs. Na jó, fölhúztad a Zsűrt. Jó, megemelted. Tulajdonképpen. Kb. Ennyi. Jó parti. Kézelmekkel szemben, igen. Szóval, hát gyerekek, komolyan mondom, tényleg egyszer nézzék már meg ezt a kutatócsoportot. Ki ad ezeknek erre pénzt? Ki? Legjobb egy ilyen kutatócsoportba bekerülni. Igen, és ott volt a lengyes salakmotoros, mikor csúszkod? Jaj, nem már! Mikor sodródsz ki, te? És azt mondták, mit csinálsz te kis, mikor sodródsz ki? Hát semmit, éppen készültek kimenni motorozni. Nem menj ki motorozni, gyere inkább újakat tanulmányozni. És a lengyel mikor sodródsz ki? Elindult a kutatócsoportba. Nem már egyébként. És állítólag hívták a cseppostást is, hol a cseket? Állítólag ott van... A japán aglegény, ne, akit szintén beválogattak, a maradok a magam ura. Igen. Így van. Állítólag benne van ebben a kutatócsoportban egy japán aglegény, mert egy nemzetközi a kutatócsoport, maradok a magam ura, berakták. Döbbenet egyébként, nagyon, hogy milyen húzó nevek vannak. És mivel ő jöhetett, és gyakorlatilag még vele együtt egy másik japán kollégája is elvitte a sógorát, aki egyébként egy autószerelő cégnél dolgozik, ő cseregumi hamar oda. Jó, állítólag ebben a kutatócsoportban egyébként még benne van a görög szakács és a szarakoszt. Gyerekek, ebben a kutatócsoportban benne van a holland táncos nő is. Na, ki? Van esze, de mire? Illetve egy korábban kétes ügyekben belekeveredett spanyol. Tolvai is López, de futasztál. De mivel ez a kutatáshoz rengeteg idő kell, és sajnos a magánéletre nem érnek rá, ezért mindenképpen kell egy aglegény, és ha már aglegény, legyen egy görög aglegény, Stratos Marok Botoz. Milyen volt a mártonnapi mulatság? Igen. Nagyon jó. Nagyon jó. Kecskét sütöttünk Mártonnapra, képzeld, de kicsit hol? Újra gondoltátok, igen. De hol? Egy haveromnál volt. Megint felszedtétek a parkettát otthon? Nem nálunk. Bogi barátomnál, aki fiú, neve ellenére, Bogi. Ez befura. De női ruhákba is festi magát? Nem, van neki feleség és négy gyereke, csak hát a Bognár névből Bogi lett belőle. Na, jó! Innen eredeztethető, van az neki egyébként kemencéje. Nem jelent semmit, ismerek olyan közszereplőt, akinek szintén van feleség és gyereke, pedig köztudott róla, hogy na mindegy. Hogy előszeretete bújik a feleségi női ruháiba, de miért nem akarsz erről beszélni, Balázs? Ki is lehet ez? Ugyan árult már el. Igen, ugyan árult már el, hogy kibújik szívesen a felesége ruháiba, igen, bent a gardróba. Igen, szóval, hogy Boginál voltunk. Szóval Boginál voltunk többen, gyerekek odafönn játszottak, megtörtént a házasságkötés, az ő fia és az én lányom összeházasodott. Tegnap, igen, 6 évesen, hát így alakult. Mondom, hogy jó buli volt, de a gyerekek nem ittak. Kecskét kapott a Bogi, és azt megcsináltuk, de indiai volt az liba is. Miért lenne a lányom indiai? Miért lenne a lányom indiai? Hát mert ott vannak ezek a gyerekházasságok. Hát figyelj, jó kell választani itt az elején kitalálni. Nem, arra mentünk be, miután elvégeztük a dolgokat, odakünn a sütőhelyiségnél, a liba is megsütt. Odakünn meg a kertbe. Így van. Így van. Nagyon jó. Az csak a házigazda teheti meg. Elvégeztük a dolgunkat, odakünn a kertbe, de fura buli. A férfiak kint a kertbe, a gyerekek házasodnak a szobában. Milyen fura buli volt ez. Így nagyon tetszik, ez nagyon jó. És erre mentünk be, hogy ők szeretnének valamit mutatni, hogy üljünk le, mi szülők, hát aki bírt még ülni, az ül. Aki nem, az már lefeküdt a dologba, és akkor bevonultak, rendesen volt házasságkötő, az egyik gyerek azt vállalta azt a posztot, és nagyon komolyan, hogy kedves panna, akarod-e? Egyik gyerek vállalta azt a posztot, úgy értettem, hogy az egyik gyerek megette az asztallapot. Jézus!
Nem tudom, hogy mit kaphat otthon, de hogy nincs ebben a kalória, az biztos. Az egyik gyerek megette az asztalapot, és gondolkozom, aha, fú, hát ez elég kemény. Nem. Igaz. Basszus, és biztos rákérdezett, hogy ez milyen hús, orja? Nem, pozdorja. Úristen, basszus, tudod, aludtam, kicsit elvoltam, igen, a Feréknél meg az egyik gyerek megette az asztallapot. Aha, Józsika, tedd le azt az asztallapot, ne edd meg megint, hát nem otthon vagy. Otthon megeheted az asztallapot, de Bogéknál nem eheted meg az asztallapot. Elképesztő, hogy mi több ezer kilométert utazunk azért, mert azt gondoljuk, hogy itt jó lesz, de az igazi buli otthon van. Igen, gyerekek asztallapokat esznek Feriék buliában. Igen. Na. És úgy, akkor... Semmi, megnéztük a házassági ceremóniát, ez kétszer volt gyűrű is, volt ünnepi zene, táncoltak, aztán mindenki hazament. Hát körülbelül ennyi, de azt gondolom, hogy nem akarok több részletet elárulni, mert már így is kivertem a biztosítékot nálatok ezekkel a dolgokkal. Tehát de a... nem, ez nagyon jó. Ez de nagyon jó volt. Hát Márton napon libát kell lenni, ezt itt gondolom ti elfelejtettétek, úgyhogy az jövő évben éhezni fogtok. Sajnos ez nagyon van. Jó. Igen? Ezt mondja már, aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik. Uh-huh. Így a már népi. Évek óta mellőzöm a libát. És hogy állsz? Hát nézd, viszonylag jó. Figyelj, azt csak gondolom, viszonylag jó. Jó, a lúdláb torta is jó egyébként, mert lúdláb, érted? Tényleg. Egyébként tényleg jó. Tényleg, és valószínűleg ez le, ezért úszhattam meg. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Be a mállásba. Ne csináljatok kéreket, hogy a jó lúdláb. A lúdláb is, mert hogy az is... Ne. De jó vagy nem jó? Jó, a lúdláb torta jó. Te nagy vagy. Márton napra jó a lúdláb torta. Igen, nagyon nagy. Figyelj, én ezen túl, visszamelőleg nem, de mert már elég sok lúdlábat elfogyasztottam az elmúlt években, de én jövőre Márton napkor lúdlábat fogok fogyasztani. És így őrzöm a hagyományokat is, és eszek is finom sütit is. Így van, és nem követsz egy gyilkosságot liba ügyben. Hát azért visszatekerném ezt a fél percet, hogy mit mondtál, oké, hallgassuk vissza. Na jó. De, és mi tulajdonképpen mit mondott ebben a fél percben, mert kedves hallgatók, nem sokat. Igazából valami süteményt akar majd megenni, hiszen hús nem el. A lúdlábat mindenképpen. És az indiai rokonok élvezték? Persze, vagy nagyon. A lendő rokonok? Mert hogy ugye a gyerekházasság végén ugye... Akkor, amikor pezsgőt bontottunk, és a pezsgős üveghomlok tájékon csattat az egyik indiai vendégnek, úgyhogy megvan a piros pötty. Mert hogy gyerekházasság van. Homlokon lőttek pezsgős dugóval egy indiait, érted? Atya úristen. Érted? Mit gondolt az indiai? Felszedték a parkettát, sütik a kecskét, kint végzik a kertben a dolgukat, egy gyerek megvett egy asztalapot. És valakit egyébként homlokon lőttek egy pezsgős ezzel dugóval. Semmi gond nincsen. Szerintem Feri így is nagyon boldog volt, mert a leánya révbe ért végre. Azért egy komoly indiai érdekházasság, érted? Figyelj, ilyen bulik tegnap Nábob Maharadzsa. Holnap mi lesz abból a gyerekből, érted? Nincs oda jövő, vár rá. Úristen, ha ilyen bulikat nyomtok, én hadd menjek át, csak leülök egy karosszékbe, iszom valamit és nézem. Nekem ez elég, hogy egy indiai embert fejelőnek pezsgős dugóval, egy gyerek megeszik egy asztalapot, bejön Józsi és Feri, hogy kint végezték a kertben a dolgukat, a gyerekek közben házasodnak, és közben libát esznek, és van, aki nem eszi húst, az lúdlábat. Nekem ilyen, ez a buli elég. Feri. Hát, ez összetett. Ez egy visszafogott keddeste volt. És ez egy, igen, mi lehet pénteken ugyanebben a buliban, tudod? Én bele sem merek gondolni. Micsoda hangulatrobbanás lehet ott. Igen, vagy szombaton, de ezt mennyire szerettem egyébként gyerekkoromban, amikor így a felnőttek, ez nagyon klasszik kép lesz, amit mondok, most nagyon-nagyon rá fogtok fűzni, hogy a felnőttek dajdajoznak kint a nagyszobában, miközben a gyerekek bent játszanak a szobában. Ugye milyen durva? Ez nagyon durva. Így van. Érted? De mit csinálhatnak egyébként? De nem tudom, egyébként? Mire gondolok, hogy gyerekfejjel az egész ilyen kicsit furának tűnik, hogy ott ültök ti gyerekek. Nem értitek. Halljátok, hogy a felnőttek dajdajoznak. Nem nagyon értitek, hogy mind nevetnek, mi ez a mulatság, iszogatnak, jaj, alkohol. És bent játszátok a kis gyerekes játékaitok. Igen, hogy milyen fura bizonytalan hangja anyunak és apunak. És igen, hogy és csak... miért éneklik már másfél órája azt, hogy most viszik Danikáné lányát, bíborba. Én rengeteg ilyen bulira emlékszem, hogy átjöttek a kis barátok, és te a szobában játszottál, kicsit furák voltak a felnőttek, mert hangosan hallgatták a zenét. Jöttesek? A te a szobában játszottál? Igen, a te a szobában. Ez csak nálatok fordulhatott elő. Vagy süti szoba, te a szoba, room szoba, szibar szoba, és nem, a gyerekek voltak a te a szobában. Nem, hogy te a szobában játszottál, nem te a szobában, hiszen nem jött egy ember, aki teát szolgált föl, hanem te mind gyerek. Bejöttél a szobába, elkiáltatod magad, hogy egy körroom, persze. Egy körroom. És te gyerekként játszottál a szobában, és akkor elindultak ilyen nagyon fura játékok, hogy mutasd meg, mit van, én is megmutatom, mi van, miközben a felnőttek kint hasonlót játszottak, csak már nem ilyen szemérmesen, mint a gyerekek, érted? Így van.
ott éppen fogdosták az anyádat, meg érted ott között. Erre nem emlékszem. Nálatok ilyen buli volt? De. Kinyitottad a szobát, ott táncoltak. Ha erre esetleg lenne egy 9 mm-es felvételed otthonról, vagy valami kis fekete fér. Igen, daguerotípiáim. Igen, valami, valami ami, amire rácsodálkoztak annak idején az Offotérba. Gyere mászni, meg ezt nem fogod elhinni. Nekem egyébként a régi film előírások kapcsolatban mindig ez volt a fixa ideál, hogy nem mertem soha semmi olyan képet csinálni, olyan tartalmú képet, ami mondjuk egy picit is kellemetlen lehetett, ami miatt, amikor oda mentél a pulthoz, ilyen nagyon furán néztek egymásra, és oda gyűltek mindannyian, és könnyökkel lögdösték egymást. És amikor mentél a képér, akkor mindenki kint állt a pultnál, és vártak, hogy így van. Ez az a gyerek, nézd meg! Ezek voltak azok, akik csótányjelmezből ötözve, tudod! Az a durva, hogy legyetek benne biztosak, hogy az összeset megnézték. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.